Kellemes estét, napot, délelőttől délutánt vagy éjszakát kívánunk mindenkinek. Hát az a helyzet, hogy 2023. október 13-a van, ami hát alapesen ugye péntek 13 az nem feltétlenül szerencsés nap. Kivétel most, ugyanis egy nagyszerű lagziban vagyunk, Polett és Tamás esküvőt ünnepeljük itt Nyíregyháza mellett, a Kabalusz lovasmajorban. Ez miért volt jó, még én se tudtam, és hogy miért volt más lány az a minden este bújva. Az első dolog, amit mondtam, az az volt, hogy nagyon hálás vagyok neki azért, hogy képes volt az egész életet felrúgni ezelőtt 10 évvel, és azóta is kitart mellettem töretlenül. Itt leszek, és megadok mindent így nekem. Egyenesen meggyőződésetek legyen az, hogy a ti kezeteket az Isten fogja. Mert az idő hamar véget is ér, kimondhatatlanul szeretem őt, bízok benne az igazi nagy ő. Szóval fogadja nagy taps és hüdri valgás, az ifjúban, éljen az ifjúban! Mit tennék, hogyha nem lennél, nem bírnám ki, én elvesznék. Hitesd de velem, hogy csak rossz érzés, mondd, hogy velem maradsz, ez nem kérdés. Nekem te vagy a végtelen utitás, nekem te vagy az élet dalama. És nem kérek cserébe semmit, ölej át, szeress engem. Hallgasd a partra vetett halakat, te úgy csapkodnál. Te vagy a végtelen óceán, és a szívem csak neked komponál. Valahogy mindig visszajársz, imponálsz, úgy szeretem, amit csinálsz. Nem szégyen kimondani, ha szeretsz, ne törődj senkivel, higgy nekem. Mert ha egyedül maradsz, rossz lehet, és nem lesz. Mi a helyzet a cerkáddal? Gyertek vissza később! Azt is csak értettem. Szembenéztem az árral, de tudtam, hogy nem vesztettem. Azóta te vagy a fény, azóta te vagy a vég. Nélküled nem megy, nélküled minden vak sötét. Ölej át, szeress engem. Hallgasd a partra vetett halakat, hogy csapkodnak. Nézd most rám, csókolj csendben. A végtelen utakon megyek, érted, hogyha kell.